Családi kerékpározás helyszínévé válik Nyíregyháza a hétvégén. A Bringaváros szíve ezúttal is a Kossuth tér lesz, ahol színes programokkal várják a résztvevőket. Ez egy olyan fontos népünnepi idézőjelbe téve, amely nagyon sokféle korosztályt megszólít. Vannak gyerekek egyedül, szülőkkel, idősebbek jönnek, jobb biciklikkel, igen jó biciklikkel, de olyanokkal, amelyet látszik, hogy használnak. És az hosszú távon nem csak egy fontos életmód, azt gondolom, hogy valaki kerékpározik itt a városban, a városon kívül, a hegyekben, bárhol. Segíti annyiban is a várost, hogy aki kerékpára pattan, nyilvánvalóan nem szennyezi a környezetét, és egy kicsit levesz a légszennyezettségből. Ezért is van az, hogy a város több alkalommal is népszerűsíti a kerékpározást. A Bringaváros az egész város területét érinti. A pecsétgyűjtő helyek által a rendezvény összeköti Nyíregyháza 10 település részét és a belvárost. A civilek minden résztvevőt várnak a saját lakókörzetükben. A bringások nagy örömmel állnak meg megpihenni, illetve egy kicsit ott a lakókörzetnek a ott élőivel megismerkedni, hiszen el kell mondanom, hogy a biciklizés mellett ezeken a helyeken ilyen lakóközösségi élet is történik most már, hiszen ismerősök tudják, hogy ki biciklizik, várják őket. Tehát azt gondolom, hogy ez a sport mellett az egész várost összehozó lakossági tracspartinak nevezném. A Bringaváros Nyíregyháza kiemelt sportrendezvénye, amely évek óta a szponzorok támogató hozzáállásának és jelenlétének köszönhetően valósul meg. Ez egy egészséges dolog, környezetbarát dolog, és lehet így is iskolába járni, lehet így is dolgozni járni, akár a gyerekekkel közösen, akár külön. A közlekedési apró szabályokat már a gyereknek el tudja magyarázni, szép lassan, mire korban a gyerek oda nő, és mondjuk egy ilyen családi háttérben nő fel, ahol preferálva van egy ilyen közlekedés, az mind egészség szempontból, mind az együtt közlekedésnek a minőségén javít. A rendezvény 8:30-kor regisztrációval és a menetlevél felvételével kezdődik a regisztrációs bringa pontokon. Idén 11 pecsételési pontot alakítanak ki, további 7 szponzori ponttal kiegészítve. Az elmúlt években megszokottól eltérően ezúttal a résztvevők a kiindulási pontba visszatérve vehetik át az ajándéktárgyakat a megfelelő számú pecsét összegyűjtését követően.